Granados és Fogel. Európa bajnok 21 év után újra! 2020. január 26-a Budapest Duna Arena. Aki látta a magyar férfi vízilabda válogatott Spanyolország elleni Európa bajnoki döntőjét, amelynek drámai végjátékát követően a mieink két elveszített hazai finálé, a 2014-es EB döntő és a 2017-es VB döntő után végre Budapesten magyar közönség előtt ünnepelhettek, egyhamar nem feledi el. A döntő után a közönség és a játékosok még sokáig ünnepelték együtt a szenzációs sikert. A teljes Duna Arena. Most próbálja Varga Dénes csöndre inteni 8000 embert, hogy egy hajrá magyarok megszólalhasson. Február 9-e Budapest Duna Arena. A helyszín ugyanaz, és ezúttal is itt vannak az EB hősök, köztük a hét ferencvárosi játékos és a szurkolók is. Ezúttal közönség találkozóra várta a szövetség az érdeklődőket, ahol kiki aláírathatta fényképeit, erekjéit a kedvencekkel, és elkészülhettek a felbecsülhetetlen értékű közös fényképek is. Érdeklődőből pedig bizony nem volt hiány. Tömött sorokban érkeztek az emberek a meghirdetett időpontra. Helyszínen használt. Helyszínen? Igen, három meccs. Nagyon szép. Köszönöm. Remélem, hogy jó erekkel lesz belőle. Az, már most lesz. Nagyon jó érzés, jól esik így két héttel ezután is. Megmondom őszintén, azért ennyi emberre nem számítottam, de még most is azt láttam, hogy nem fogy a tömeg. Tényleg ez így, ennyi szeretetet adnak nekünk, ez nagyon jó érzés. Ugye nagyon sokan eljöttek, becseinken ott voltak 6000-7000, amennyien befértek. Gondolom nagyon sokan nem jutottak be, mert elfogytak a jegyek, de tényleg most is. Ez azért tényleg jó érzés. Ezért érdemes csinálni, azt mondom. Én voltam az egyetlen EB újonc, ezt akkor vettem észre igazából, amikor már megvolt a csapat, nem is gondoltam volna, mert azért már játszottam, hogy a világbajnokságon már voltam, meg különböző világliga meccseken, Európa kupán, de tényleg ez jó érzés, hogy úgymond egyből egy, így EB-vel. Hát bízom benne, hogy olimpián is ez az arány lenne, hát az tényleg az fenomenális érzés lenne, de azért küzdünk nap, mint nap, hogy ezt elérjük. Az EB döntő egyik legemlékezetesebb pillanata, ahogy azt már a Fradi TV-ben is részletesen górcső alá vettük, Fogel Soma parádés, meccsnyerő védése volt az 5 méteres párbajban. Ahogy az ezen az eseményen is látható volt, kapusunk népszerűsége még az eddigieknél is jobban megnőtt az ikonikus mozdulat óta. Nagyon örülök, hogy még mindig... Pedig most már nem is tudom, két hete volt az EB győzelmünk, még mindig ez téma, és mindig ilyen sok embert meg tud mozgatni. Hogyan teltek az elmúlt napok? Mennyire volt nagy a felhajtás körülötted? Fú, hát nagyobb, mint amire számítottam. Amint az előbb is mondtam, még tényleg mai napig jönnek gratulációk, és most már eljött az időszak is, hogy az utcán sétálva, vagy bevásárlóközpontba sétálva is, és lesz volt olyan, hogy gratulálnak nekem az emberek. És ez továbbra is azt tudom mondani, hogy óriási élmény, és csak plusz motiváció a továbbiakban. Természetesen a torna legjobbjának választott klasszisunk, Varga Dénes sem hiányozhatott a közönség találkozóról, sőt egy nagy meglepetéssel is kedveskedett a rajongóknak. Úgy látom, te vagy az, aki elhozta az érmet, és oda is adod a szurkolóknak. Igen, mondom, hogy az övék lehet 10 másodperce, hiszen életem végig az enyém lesz a továbbiakban, szerencsére. Úgyhogy örülök, hogy ennyien eljöttek, mert az azt jelenti, hogy érdekelte az embereket az Európa-bajnokság, és örültek a sikerünknek. Nyilván az egy plusz dolog, hogy ezt itthon nyertétek meg, ezt az Európa-bajnoki címet, és az ünneplésben is, akkor így részesült egy egész ország. Hát ez a legnagyobb dolog. Most nem azt mondom, hogy nagyon sokszor nyertem már külföldön, de amikor nyertünk ott, kilátogató családtagok tették ki a magyar közönséget itt, meg azért a vízilabda szeretők, talán sportszeretők és mindenki, aki csak éhes volt arra, hogy lássanak valami sikert. Az olimpia után is volt egy ilyen nagy felhajtás, most hogy érzed így a mostani Európa-bajnoki cím, mit adott így a vízilabdának nektek? Én abban bízom, hogy az olimpiai kitart ez az érdeklődés, és abban is nagyon bízom, illetve van is önbizalmam, ha azt nézzük, hogy abban is bízom, hogy meg tudjuk nyerni, vagy el tudunk jutni a legvégéig, hiszen itt is a legjobb, szinte a legjobb csapatokat vertük meg, vagy egy olyan csapatot, aki megverte azt, akit a legjobbnak gondoltunk. Szóval egy rangos eseményt nyertünk meg, így hát
biztató ez előre nézve. Ne legyen kétségünk afelől, a csapategységnek az is egy fontos eleme, hogy a keret fele egy klubból, jelesül a Ferencvárosból érkezett. Mi is bízunk benne, hogy ez a lendület kitart Tokióig, akkor pedig 2008 után, 12 év elteltével egy olimpián is merhetünk nagyot álmodni. Thank you.